hát rózsavirág illatú. Szép napot mindenkinek, semmi köze egyébként a teszthez, de itt a szerki előtt egy csomó rózsanő is egyet leszettem, hogy itt illatozgassam, de a témánk ma nem a rózsa, hanem a Packard Bell. Ez a márka, ami egyelőre idehaza nem túl ismert, azonban valószínűleg általunk is az lesz. Az Aqua, mint az általános újdonságok támogatója, vagy hogy jobban tetszik, Aqua Electromax biztosította a teszthez a tesztmodelleket. Náluk egyébként raktáron elérhető a Packard Bell számos notebookja, melyek közül most a TJ sorozat itt látható originált dobozos változatát fogjuk megvizsgálni, a másik két típussal, a GE-vel, illetve a TM-mel majd később ismerkedhettek meg, valószínűleg valamelyiket majd a csajok, másikat pedig Dúszán fogja nektek bemutatni. Bár nem élő adásban vagyunk, az Aqua-nál azt kérték, hogy nagyjából úgy járjunk el, mintha az lenne, és mi vállaltuk, hiszen ha ők azt gondolják, hogy a Packard Bell ezt túléli, akkor mi is így járunk el, és akkor most így kibontom a notebookot. Mi sem használtuk még idáig, úgyhogy nekem is újdonság, hogy mi lesz a gépben, illetve milyen tartozékokban lesz részünk. Van egy leírásunk, ami különböző nyelveken azt írja le, hogy mit kell a dobozban találnunk. Van egy notebookunk, amit én mindjárt megnézek, illetve a doboz aljában, ahogy látom, van egy gyors kezelési útmutató, az akkumulátor, amire most azért majd szükségünk lesz, illetve az adapter és a töltőkábel. Így nagy vonalakban ez a rész rendben van, nagyjából átlagosnak nevezhető. A gép ára 174.900, illetve majd egy akció keretében ennél olcsóbban is meg lehet venni, erről részleteket majd az Aqua oldalán láttok. A gép hardware kiépítése egyébként a legújabb technológiákra épül, ahogy a matricákból is látható, Intel Core i3-as processzor került bele ebbe, éppen egy 330M-es változat. A legújabb 5000-es Radeon a HD 5475 12 MB-tal. Járjuk körbe a Natiti csatlakozók után kutatva, azon az oldalon, ami most arra felé esik, két USB, illetve a DVD író található, az izgalmak inkább a másik oldalra helyeződnek, ahol egy HDMI, egy D-Sub, két USB és a jack csatlakozók kaptak helyet. A bekapcsolása korábbi Asusokon látott módon történik, itt oldalt a zsanérban van beépítve a bekapcsoló gomb. Aminek a megnyomására azonnal reagál a gép, és rögtön egy pár érdekességgel találkozhatunk. A felső részen érintő gombok kaptak helyet. Ugye itt látjuk a Caps Lock, Numlock, illetve a Bluetooth bekapcsolását jelző ledeket, a másik oldalon pedig például a hangerőállítót, vagy a némítót, illetve a touchpad ki bekapcsolását jelző ledet, amilyen érintés módon szabályozható. Szerintem ez egy egészen jó pofa future. És mivel egy szűzgépről van szó, ezért a Windows előtelepítőjével kellene, hogy találkozzunk. És ahogy látom, találkozunk is. Úgyhogy most egy picit ott megcsináljuk az előtelepítést, és meglátjuk, milyen szoftvereket ad nekünk a Packard Bell alapértelmezés szerint. Az előtelepítő a jelek szerint valóban 2 perc alatt végzett, ahogy ezt mondta is nekünk, és ennek ellenére egy csomó programmal gazdagodtunk, úgyhogy látható a Windows 7 fönt van, a driverek működnek, az Aero megy, ráadásul ha itt a program körítést nézzük, akkor jókora választékunk van, de nem kínzom Andrist azzal, hogy itt kelljen szenvednie, a kis kijelzővel kiteszem a tévére a képet, és akkor rögtön azt is megvizsgáljuk, hogy ennek az 5470-esnek milyen ez az adaptere, amivel kitehetjük a tévére a képet. Ennyi. Bedugom, működik. Hát eddig elégedett vagyok egyébként, mert a bekapcsoló gombot kellett megnyomnom, beírtam a nevemet, most rákötöttem a tévére, és működik. Tehát
Azt hiszem, hogy ez semmilyen számítástechnikai ismeretre nincsen szükség, úgyhogy a továbbiak majd a nagy kijelző lesznek, én meg akkor betelepülök ide így a gép elé. És akkor, ahogy említettem, a program körítés Photoshop, Adobe Reader 9-es, egy csomó egyéb Windows-os cucc, valamint extraként Power DVD 8, az Office-nak a 60 napos próbaváltozata, egy Microsoft Works, hogyha valakinek az jobban tetszik, egy Norton Internet Security, illetve egy online backup, a webkamerának a szoftvere, valamint már egy előtelepített Windows Live, úgyhogy a Messenger gyakorlatilag azonnal tudjuk indítani, úgyhogy a megvásárlástól számított 5. percben már MSN-ezhetünk, persze csak, hogyha van net kapcsolatunk. A felső sávban látjuk egy ilyen videó webkamera opciókat, és ezzel itt azt gondolom, hogy gyorsban indíthatjuk is a... Igen, hát itt vagyok. Igen, itt. Meg lehet engem tekinteni. A képminőség egyébként meglepően jó. Például az remekül látszik a képen, hogy milyen borostás vagyok, és ma sem sikerült megborotválkoznom, mint azt már sokszor láttuk. A sebesség egyébként azt hiszem jól látható, hogy itt bármit kattintgatok, az egészen tempósan történik. Csak most egy picit az egyéb dolgokról, itt találtam egy ilyen Packard Bell Gaming Zone szoftvert előtelepítve. Úgyhogy mindjárt bele is pillantok, hogy miket találunk benne, milyen játékokkal készült a Packard Bell, ha már itt egy ilyen jól felszerelt, és hát az 5470 révén elég jó videókártyával ellátott gépet kapunk. Hát csomóféle játék van benne, ahogy látom. Igen, azt írják, hogy több mint 300 játék vár itt minket. Szóval akkor a videók teszteléseként mondjuk a Games Forever az első videós játékcsomagunk itt a YouTube-ról, és ezzel rögtön a gép hangerejét is megvizsgálhatjuk. Üdvözlök minden kedves nézőt a Games Forever első adásában, melynek apropója, hogy a kisköltségvetés... Az oldalunkra embeddelt YouTube videóval semmi gond nem volt, viszont ahogy szoktam, természetesen kimegyek a YouTube-ra, és akkor keresek onnan Full HD-t, hogy megnézzük, hogy ennek a Core i3-330-nak mik a fizikai korlátjai. Múltkor például az Avatar 1080p-s trailerével kísérleteztünk, úgyhogy azt hiszem most is maradjunk ennél a videónál, és ne is tököljünk, rögtön menjünk a 1080p-re full screenbe, és akkor nézzük, hogy szaggatunk-e vagy sem. Én azt gondolom, itt a képsorok szokás szerint magukért beszéltek, nem beszélhettünk szaggatásról, nem volt semmi akadás, semmi gond. Ez is rendben van. Nyilván a gép 3D-s képességeit tovább firtathatnánk itt az 5470 révén, de valószínűleg a nézők túlnyomó részét ez kevésbé izgatja. Azonban még egy dolgunk van, mielőtt elbúcsúznék tőletek. Igen, tehát itt vagyunk a speed testen, és úgy látom a Chrome-ot itt is hirdetik, hogy töltsük le. Most nem fogjuk megtenni, inkább megnézzük a gépnek a wifi-je. Mire képes, ugye, ahogy korábban mondtam, már 30 megabites a netünk, ebből a wifi-n keresztül most egy ilyen 21 megabit át is jön. És akkor, ha már itt a speed testnél voltunk, most már van akkumulátor üzemidőnk, 3 óra 21 perc van hátra ennél a 99%-nál. Nyilván nem teljesen érte még el az akkumulátor azt a töltöttségi szintet, amit neki el kellett volna érnie. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy visszafogott használattal akár 4 órát is el lehetünk, ezért a 175 ezer forintért ez úgy rendben is van. Mint ahogy az egész gép, mind fogásra, mind illesztésekre, érintőkijelző, stb. Gombok, tehát úgy összességében én azt gondolom, hogy ez a Packard Bell cucc, ez nagyon rendben van. Meglátjuk a későbbi tesztekben a másik két modell, az acélházas, illetve a TM típus, hogyan szerepel a maga bordó színével. Egyelőre azonban búcsúzom tőletek, és akkor később egy másik Packard Bell teszttel térünk vissza az Aqua támogatásával. Sziasztok! Mondd is, valami jó nő van kint, vagy mit láttál kint volna, nem? Mozgás volt, értem. Jó, nem csak az operatőrünk néha így elkalandozik, és akkor nem tudom egyébként. Képzétek el, kint állok, gyanútlanul kimentem, egészségügyi sétára. És telefonáltam, és jött szembe egy csajsz, és rám köszönt, és hát halljak meg, még jól is nézett ki. Biztos összetévesztett valakivel, de álmodott.
Nem álmodtam, ez így volt, ott voltam, és nagyon, na mindegy. Majd az asszonynak nem mutatjuk meg ezt a videót. Viszont ha már videó, hát látom a jókedv alakul. Mondjuk nézzük ezt a Games Forever, valamilyen, nem tudom, valami hülye gyerek ilyen búvli játékbe mutatott tart benne.